honvédségi terület, évtizedek óta nem használt terület, amit ami a magyar állam tulajdona. Tehát ez az egész, amiről beszélünk, ez a menekültábornak a helye. A falunál a szélső utcának, a házainak a telek határától ez nincs 500 méter. Teljesen meg voltunk döbbenve, mert hozzánk semmilyen információ nem érkezett, semmilyen egyeztetést nem kezdeményeztek. Ezért teljesen váratlanul ért be minket ez a dolog. És azóta egyfolytában itt vagyunk, talpon vagyunk. Mi a terv akkor, hogyha itt megjelennek mondjuk az építőgépek? Mivel nincs ebben gyakorlatunk, ezért én nem tudok konkrét tervvel előállni. Megfogjuk egymás kezét, és odaállunk, és nem hagyjuk. Nem hagyjuk, hogy oda menjenek, nem hagyjuk, hogy tovább menjenek. Egy település se örülne ennek a hírnek, de nekünk ennél is nagyobb problémánk az eljárás diktatórikussága, illetve a helyszín észrevétlen kiválasztása, és a közpénzpazarlás, ami azzal jár, hogy ezt felépítsék így a semmiből, mert ha körülnéz, akkor látja, hogy itt csak a nagy magyar ugar van, semmi más. El nem tudom képzelni, hogy ezt a kormány hogy akarja kezelni a biztonságot, az ellátást, nem tudom. Ha már biztonságot említettél, attól tartanak, hogy mondjuk a faluban sokan mennének innen a táborba, menekültek? Reálisan gondolkodva én nem ezt tartom a legnagyobb veszélynek, mert ők is fel van szerelkezve okostelefonnal, van rajta térkép, tudják, hogy hol van Pécs, tudják, hogy mit jelent egy 200 fős falu, és tudják, hogy mit jelent egy nagyobb város, tehát ők inkább innen a pécsi irányt fogják választani, gondolom. Tehát nem ez a legnagyobb félelem igazából. Mi a legnagyobb félelem? A legnagyobb féle, én számomra ez az egész, hogy bármit meg lehet tenni. Hogy az embernek nincs kiszámítható élete. Hogy az, hogy akármit is mondunk, az ingatlanjaink le fognak értékelődni. Az emberek akármit is mond a kormány, vagy bárki bármit mond, félni fognak az ismeretlentől is. Meg hát itt van ez a gyűlölet, ez a kormánypropaganda, hogy most szinte az embereket rá szocializálták arra, hogy féljenek. Úgy érzi, hogy van a faluban is hatása ennek a gyűlöletkampánynak? Mindenhol van ennek hatása.